Idén augusztusban fülzúgás árán, de visszaszerezte világbajnoki jövét, méghozzá övéi közt egy ukrántól, Kastanovtól, most jöhet majd a címvédés, méghozzá egy, egy német, Szártiszon ellen, aki szintén univerzum versenyző, de neki még meccselni kell Balzsai Károly kihívása előtt. Karcsi behívása a reggeli startból viszont megtörtént. Jó reggelt, reggel, Meg, Megszerezni vagy megvédeni a nehezebb egy VB-övet? Nekem mind a kettő nehéz volt még az előző előző uh, világbajnoki címemnél egyszer ugye nem is sikerült. Amikor még 2009-ről beszélek, akkor, akkor, az első meccs nekem a, szinte a legnehezebb volt, mint utána először megvédeni. Jó, hát másodszor meg már nem is sikerült megvédeni, úgyhogy erre nehéz válaszolni, hogy most mind a kettő nagyon nehéz. <kül> most kifejezetten nehéz volt, ugye, mi, hogy Ukrajnában teljesen idegen pályán egy hazai versenyzővel kellett boxolnom, és ellene kellett megszereznem az övet, úgyhogy uh, szerintem most a szerzés volt a nehezebb, lehet, hogy a védés akkor most így... Legalábbis a körülményeket illetően... Körülményeket illetően mindenféle könnyebb. Egy profi jó világban, hogy egy címérközésre soha nem illik, vagy lehet azt mondani, hogy, hogy az, az, az gyenképp, vagy, vagy könnyű. Egyébként a sérülések meggyógyultak? Nem nagyon. Nem. <laughs> ö, nagy baj már mi nincsen, fűzúgás még mindig van. Ö, majd néhány hét múlva kiderül, hogy az én hallásom ö, mennyire maradandó, illetve mennyire károsodott. Meg, meg ugye még újra, de rakom egy kicsit ö, rendetlenkedik, de nem panaszkodom, mert most áll Istennek, nem ezzel kell foglalkoznom. De lehet, hogy akkor a füled megsínylette ezt a... Ö, úgy néz ki, hogy igen. De az azért nem olyan rettentő nagy a baj. Tesszük. A Nagy baj nincsen, ja, de... úgy, nincsen ö, olyan nagy baj, hát sajnos ez az élsportban ez, ez benne van, fő a profi a Ez, ezt vállaltuk, illetve hát sajnos ez benne a pakliban, amit én most ezt kis is húztam, de nem panaszkodom, és úgy érzem, még ezzel együtt is megérte. Megvan elvileg a következő trónkövetelő, mint említettük. Mit érdemes tudni róla? Mit érdemes neked tudnod róla, mit érdemes <coughs> nekünk tudni róla? Megvolt ő már nagyon régen, kicsit furcsálottam is ugye ezt a új hírt, néhány nappal ezelőtt mindenki felhívott, hogy a Sartisonnal kell majd boxolni, és mondtam, hogy még lesz a boxolatban a világbajnoki meccsemet, mert már tudtam, hogy ha, ha nyerek, akkor ellene kell védenem. Mivel lövé volt, tőle vették el, ugye nem tudta a sorozatos sérülése miatt megvédeni a címét, és ezért volt betöltetlen a cím, de ő automatikusan az a, a kötelező kihívó. Ő egy nagyon technikás, nagyon jó ökölvívó, talán fizikumban nem annyira erős, mint az, az ukrán Kastanov, de, de ő ezt az ügyességével úgymond pótolni tudja, és egy nagyon kellemetlen és, és igazán kemény ellenfél. Hogyan készülsz, hogyan fogsz készülni? Hogy néz ki ilyenkor az ütemezés? Nemrégiben Erdei Zsoltékkal beszélgettünk erről, neki milyen módszerei vannak, mi számít, mi fontos számára, hogy kell őt elszigetelni a külvilágtól. Neked mik a specialitásaid, mi az, amire nagyon oda kell figyelni? Én annyira nem szigetem el magam a külvilágtól. Én ö, szeretek úgymond mond. Úgy a forgásban maradni, nem is az, hogy a, a, a közéletbe, hanem, hanem maga így a világ híreivel, híreivel kapcsolatban. Ez egy picit el is a gondolataimat esetleg a, a, stresszről, illetve az edzések meg a szürke hétköznapoknak a monotóniájáról. Tehát a mindennapos életedből nem szereted feltétlenül, hogyha kiszakít egy erőltetett felkészülés, legyen a része. Lény lényegében kiszakít, mert ki kell költözöm Hamburgba, Igen. és ott egy alapba egy nyugodtabb élet vár, mert csak az a dolgom, hogy edzésre járjak, de ugye jön velem az egész családom, és hát természetesen kapcsolatban vagyok én utána mindenkivel de ön teljesen olyan hermetikusan nem zárom le magam. Ö, itthon elkezdem majd, hát most egyelőre a karácsonyra a koncentrálunk és mert addig ö, lényegi felkészülés, hát a lényegi edzés nem szabad elkezdeni, majd amikor eljön az ideje, akkor természetesen minden komolyra fordul és, és akkor itthon is el, elkezdem majd a, a, a komolyabb mozgást, egyelőre most a úgy néz ki, amennyire a szervezetem, illetve az orvosok eddig most már elkezdhetem az ilyen hobbi mozgást. Úgyhogy egy kis foci, kis, kis erősítés van, kocogás, úszások, majd egy néhány hét múlva azok mindenféleképpen. Ugye a fülem miatt nem lehetett ideig sem úszni, azért rossz a derekam. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, de ebből ki fogok most kászálódni már, úgyhogy egyre jobban fogom magam érezni. Ha már tudod az időpontot és visszaszámolsz, akkor szigorúan mennyi kell a tökéletes felkészüléshez neked? <coughs> Most azért erre az ellenfére egy 12 hetes hamburgi felkészülésre van szükség. Tehát, hogy akkor január a kellene kimennem, és, és akkor márciusban valamikor a, a, meccs. De hát azért én előtte már úgy van decemberben itt van a napi három, négy, és akkor a egyre növekvő darabszámú egyszéseket el kell kezdenem, és egyre intenzíve, egyre komolyabb mozgást kell végeznem, hogy mire Hamburgba arra 12 hetes felkészülésre érkezem, addigra már egy, egy úgymond viszonylagos fitséget kell mutatnom. És hát. a nyersz, akkor a következő. Kérem, a Ó, ennyire ne rohanjunk el. Akkor nyert. igen. Akkor először nyert meg ezt, és jó felkészülést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volt.